A pityke a hagyományos viselet éke, fémből készült domború füles gomb, mely már a bronzkor óta díszíti a ruházatot. Anyagát és formai világát tekintve számos változata jelent meg. Díszítése tájegységenként változott, és általában részből vagy ezüstből készítették. Ismerkedjünk meg egy fiatalemberrel, aki pityke készítéssel foglalkozik, méghozzá igen sikeresen. Kovács Levente az idei Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállítás Gránátalma díjjal jutalmazott alkotója. Ötvös szakon tanultam Miskolcon, Gábor Áron szakközépiskolában, ez egy művészeti szakközépiskola, és igazából ott indult a pályafutásom. Utána kerültem értelemszerűen föl Budapestre, és akkor itt kezdtem el az aranyműves pályafutásomat. Idővel ugye megtalált ez a pityke készítés is, ami most elég nagy hangsúlyt kap az életemben. Szecessziós, meg minimál design gyűrűket szoktam mondjuk készíteni, hogyha aranyműves munkáról van szó. És ilyenkor azért kell elég komoly látványterv, tehát hogy ezt így térbe valaki el tudja képzelni, akkor hogy mi lesz nyilván a végeredmény, ahhoz ezek kellenek. Szoktam skiccelni is, tehát van mondjuk egy olyan 10 fajta verzió, amiben mondjuk tud választani a vevő, és akkor kiválasztják igazából, hogy a végén melyik a tetszetős. Megbízást kaptam a Barsi Csabától. Hát igazából vele kezdődött el az egész. Így 3 éve megkért, hogy készítsek neki egy kunsági pityke-sort. Azt se tudtam, nem értettem, hogy ki hord ezüstből gombot, meg hogy gombot én nem tudtam elképzelni, aztán meg elég idegen volt tőlem. Aztán megkeresett újra, most a karantén alatt tavaly, és hát egy elég ilyen ritka gombfajtát kellett rekonstruálni, elég monoton munka, meg kreatív munka is, meg alapból az, hogyha mondjuk én rekonstruálnom kell mondjuk egy 100-200 éves tárgyat, az úgy elég izgalmas, tehát hogy van benne kihívás, és akkor igazából elkezdtem élvezni. És nyilván úgy, ahogy ezt elkészítettem, jött a többi munka, tehát ugye egyfolytában volt, hogy pásztor keresett meg engem, meg néptáncos, tehát hogy elég színes a skála. Előkészítve megkapom ezeket az öntvényeket, és ezeket kell igazából először nyilván összeilleszteni, tehát hogy ezeket a felületeket síkra szoktam reszelni. Általában az úgy szokott kinézni, hogy a fejnánglin dolgozunk, reszelőkkel szoktam ugye fémtisztára reszelni, meg lesíkolni a felületet. És amint megvan igazából a sík felület, onnantól kezdve össze lehet illeszteni. Szóval ez, amit így magam elé helyeztem, ez a forrasztólap, én ezzel szoktam forrasztani. Van a különböző forrasztórács, és akkor most jön az izgi része. Fogom a két formát, és összeforrasztjuk. Ez fluszmittel és bórax. Ezek folyosítók, tehát ezek megvédik a fém felületét attól, hogy ne oxidálódjon, vagy szulfidálódjon be. Ez azért fontos, mert hogyha mondjuk, tehát hogy látni fogjátok, hogy én melegítem, elkezd színeződni, és azon a helyen nem fog csak színeződni, ahol bekenem. És általában meg szoktam tisztítani a forrasztóanyagot is, mielőtt összeforrasztom, vagy használom. Ezt is be szoktam mártani ebbe a kis folyadékba, és akkor oké. Kell járra tudnia. Tűzi csipesszel összefogom, és összeélesztem szépen. Ezután mehet a forrasztás. Ez megvan. Lehet forrasztani. Hát itt magyarán az történik, hogy a forrasztóanyag, amit hozzáadok, az körbefut az összeillesztett részen. És akkor ezt általában leszoktam savazni. A sav az megkezdi azt a ráégett folyosítószert. Tehát, hogy ez a folyosító, amikor rákenem, akkor egy ilyen, tehát ilyen zománcos réteget képzel ez a felületén.
és ezt kell igazából, hogy leoldja a sav. Hát meg nyilván az elszíneződést is. Úgyhogy itt igazából ez történik. Ezen vannak beömlő csonkok, ezen a kis gombon, ezeket érdemes levágni róla. Itt ömlik be a fém, úgyhogy most igazából ezt fogom csinálni. Ezt egy kúpos fogó segítségével szoktam megfogni. Jó. Na és akkor itt igazából kezdődhet a felület kidolgozása, meg a forrasztás helyének az eldolgozása. Flexel és mérlivel át fogok menni. Ez nyilván ilyen kis kézi flex, tehát hogy ezeket én nagyon fontosnak tartom amúgy munka közben, tehát hogy ezzel szoktam nagyolni. És hát az apró finomabb kidolgozás, az nyilván smirlivel történik. Ezzel fogok áthaladni az egész felületén igazából. Ez általában úgy szokott működni, hogy van nekem egy kis mikromotorom. Ezzel úgy szoktunk dolgozni, hogy ezeket a kis befogó szárakat bele lehet pattintani ebbe a tokmányba, és akkor igazából lehet is vele dolgozni. Tehát ez nem mindig olyan vicces ez a szakma. Én maszkot hordok munka közben is amúgy. Amióta világ a világ, azóta én ezt szoktam. Ezeket a műveleteket akkor a legrosszabb csinálni, amikor nagyon kell sietni. Azt szoktam, hogy egymás után többször megyek át rajtuk, amíg a megfelelő finomsági fokot el nem érik már, mint a csiszolást illetően. Ezeket a kis drótokat szoktam belefűzni a gombtestbe, amúgy ez az egyik kedvenc elfoglaltságom. És akkor ide a bordák közé szoktam szépen befeszíteni. Ezek többnyire aranyműves szemmel vannak elkészítve, tehát ez a lényeg, hogy nagyon jól belefeszüljön. Úgyhogy igazából ez a történet így néz ki a legvégén. Erre kerül rá a csúcsdísz, és akkor ez megint egy forrasztást igényel majd. És hát itt majdnem összeáll igazából a gomb, tehát hogy ezt már igazából csak hozzá kell forrasztani, meg kell vésni a tetejét, és fel kell polírozni, és akkor igazából ennyi. Másfél éve csinálom, és ennek ellenére adtam be már ilyen népművészeti versenyekre munkákat, úgy gondoltam, hogy akkor legyen minősítve. Egy nagyon pozitív visszajelzés volt nekem, mert igazából nem túl sok versenyen vettem részt így az életem során. Magyar kézműves remeket nyertem egyszer ékszer kollekcióval, ez 2016-ban volt. Aztán tavaly volt 2020-ban ez a Most van időm alkotni pályázat. Azon is nyertem meg, az országos népművészeti kiállításnak volt egy regionális kiállítása, egy kisebb kiadásban. Ott ugye nyertem, és akkor utána felkerült Budapestre a munkám. Most hál' Istennek sikerült egy elég nagy díjat bezsebelni, amire egyáltalán nem számítottam. Én annak is örültem volna, hogyha csak ki van állítva, és akkor az már nekem egy nagy szó. Olyan kreatív emberekkel találkozok, hogy én nem voltam ahhoz hozzászokva, a vevői köröm teljesen más volt, így az aranyműves ötvös vevői kör, az teljesen más volt. Itt azt veszem észre, hogy művész emberek vannak inkább, akikkel sokkal inkább tudok azonosulni, vagy akár csak beszélgetni. Tehát ugye érződik az emberekbe ez a lelki nyugalom, meg ez a kiteljesedés, hogy ők tényleg egyé válnak azzal, amit ők csinálnak. Érződik, hogy teljes életet élnek, kiteljesednek azzal, amit szeretnek csinálni. A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.